varázsolt sátor a Jújhelybe a többféle stílust ötvöző ismerős arcok zenekar. Zeneileg ugye nagyon sokféle, amit mi csinálunk, hiszen öten vagyunk szerzők a zenekarban. Mindenki másféle zenét hallgat, másféle zenét szeret. Tehát, hogyha valaki föltesz egy ismerős arcok CD-t, ott megtalálja a jazzes latin zenétől kezdve, mondjuk a kemény rock zenéig. Bármit. Habár a zenei elemek keverednek, a dalszövegek mondani valója mindig ugyanazt próbálja közvetíteni. Az alapvető emberi értékeket és a hazaszeretetet. A szövegek viszont kimondottan az alapértékekről és az alapigazságokról próbálnak szólni, miszerint egy hazánk van, azt illendő szeretni, a tisztesség, a hazaszeretet, a család és az ehhez hasonló fogalmak, amik nagyjából hiányoznak a mai mindennapokból, ezeket próbáljuk mi súlykolni, és próbáljuk visszahozni a hétköznapokat. A zenekar álmai közül az egyik már teljesült. Ha szabad azt éreznem, hogy ennek a kettős állampolgársági törvénynek egy picikét mi is részesei vagyunk, hogy ez megszületett, már pedig szeretném így gondolni, akkor ez a legnagyobb büszkeségünk eddig. De nem kívánjuk abba hagyni, van még egy csomó minden nagyon fontos dolog, azt hiszem, hogy értenünk kell, amiről beszélnünk kell. A csapat már 5 lemezt tudhat magáénak. A legokosabb és a legfontosabb, zeneileg pedig a legkiforrottabb lemeznek mindenképp az utolsót, a Lélekvesztőt említeném. Ennél jobb már csak a jövő tavasszal megjelenő új album lesz, aminek még nem tudok címet mondani, de nagyon-nagyon készülünk rá. Az ismerős arcok mindenkit nagy szeretettel vár november 13-án Budapesten, a Pap László Sportarénában.